Ülésezett Bonyhádváros önkormányzati képviselőtestülete. Többek között döntés született arról, hogy a város 2024-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerhez, támogatást nyújtva az egyetemeken tovább tanuló fiataloknak. Változás lesz októbertől az orvosi ügyeleti rendszerben is. A házi orvosi ügyelet nem szűnik meg a városban, csak éjszakai ügyelet nem lesz ezentúl Bonyhádon október 1-től. Hétköznapokon 16 órától, amikor vége van a háziorvosi rendeléseknek, este 22 óráig lehet megtalálni ugyanott az Ablonci házban az ügyeletes orvosokat. És 22 órától, másnap reggel 8 óráig nem lesz már háziorvos az ügyeletben, akkor szexárra kell menni. Filóné Ferenc Ibolya polgármester hozzátette, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 14 óráig lehet felkeresni az orvosi ügyeletet. Elhangzott még, hogy az önkormányzat a fűtési szezonban továbbra is optimalizálni kívánja az intézmények energiafelhasználását. Változás a tavalyi évhez képest, hogy tavaly ugye a három közművelődési intézményeket összevontuk, és csak részlegesen lehetett látogatni a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, erre idén nem kerül sor, mindhárom közművelődési intézmény a saját telephelyén a megadott nyitvatartás szerint fogja várni a látogatóit. A tanúszodának a rendje is változik, a tavalyi évben csak 8 órától tudták a tanúszodát igénybe vevő diákok az oszodát használni, ezért reggelente a bérleteseknek nem volt lehetőségük használni a tanúszodánkat. A polgármester hozzátette, ahhoz, hogy az energia megtakarítás hatékonyabb legyen, az oszoda nem csak az őszi és téli, hanem a jövő évi tavaszi szünet idejére is leáll majd.